Katonai akadémia, ingatlanügyek és producerkedés, szépségversenyek és valóságshow. Ennyiben nagyjából össze is foglalható az új amerikai elnök szakmai karrierje. Donald Trump általános megrökönyödést keltett üzleti filozófiájával, a bevándorlókra, a nőkre és a kisebbségekre tett érdekes kijelentéseivel. I am officially running. Az egész világot meglepte, amikor 2015 júniusában Donald Trump bejelentette indulását az Egyesült Államok elnöki székéért. Az amerikaiak azonban már régóta ismerték a milliárdost. Donald Trump 1946-ban született New Yorkban, és azóta is szorosan kötődik a nagyalmához. Szülei 13 évesen katonai akadémiára küldték, később pedig közgazdasági diplomát szerzett. Az egyetem után apjától átvett cégében ingatlanokkal kezdett üzletelni, majd producerként műsorokat gyártott. A 90-es évektől szépségversenyek producereként, az ezredforduló után pedig saját valóságshowjából ismerhették. Nagyszájú, nyers stílusát itt mutatta meg először Amerikának. Trump politikai pályára lépése már a 80-as években felmerült, több sikertelen próbálkozás után végül versenybe szállt. When Mexico sends its people, they're not sending their best. Amikor Mexikó ide küldi az embereit, nem a legjobbakat küldi, nem olyanokat, mint ti, hanem azokat, akiknek rengeteg problémájuk van, amiket magukkal hoznak. Hozzák a drogot, hozzák a bűnözést és a nemi erőszakot, mondta Trump, amikor bejelentette indulását, ezzel megadta kampányának hangnemét. A bevándorlással kapcsolatos határozott álláspontja egész jelöltségét meghatározta. Trump egyik fő kampányígérete, hogy megválasztása esetén falat húz az Egyesült Államok és Mexikó közé, ezzel megállítva a szomszédos országból történő illegális bevándorlást. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims. Óriási vihart kavart, hogy terrorveszélyre hivatkozva ideiglenesen megtiltaná a muszlimok belépését az országba. A közel-keleti konfliktus rendezéssel kapcsolatban pedig egyértelművé tette, hogy szükség esetén akár Oroszországgal is szövetkezne, hogy megállítsa az iszlám államot. Trump programja az általános republikánus irányvonalat követi, visszavonná az Obamacare-t és a szabad piaci versenyt erősíteni az egészségügyben, szigorítaná az abortuszt, csökkentené az adókat és támogatja a fegyvertartást. We are going to make America great again. Donald Trump jelszava: tegyük újra nagyjá Amerikát. Minden esetre visszafogott beszéddel kezdte a leendő amerikai elnök. Úgy fogalmazott, minden amerikai elnöke leszek. Ezt ígérte Donald Trump győzelmi beszédében. A megválasztott elnök megígérte, munkahelyeket teremt és újraépíti az ország infrastruktúráját. Hillary Clinton nem jelent meg azonnal az eredmény után választói előtt, bár telefonon gratulált vetétársának, de csak órákkal később állt a nyilvánosság elé. Óriási ünneplő tömeg fogadta Donald Trumpot, aki hosszú várakozás után a késő hajnali órákban lépett színpadra. Eljött az ideje, hogy bekössük a széthúzás sebeit, újra egységesnek kell lennünk. Üzenem minden republikánusnak, demokratának és függetlennek szerte az országban, hogy itt az idő, hogy egyek legyünk, egyesült emberek. Itt az idő, mondta Trump győzelmi beszédében. A kampányról azt mondta, egy mozgalom alakult a keményen dolgozó amerikaiakból, akik jobb életet akartak. Később konkrét ígéreteket is tett elnökségére vonatkozóan. Helyrehozzuk a belvárosainkat, az autópályákat, hidakat, alagutakat, reptereket, iskolákat és a kórházainkat. Újraépítjük az infrastruktúránkat, és emberek millióinak adunk majd munkát, miközben újjáépítünk, ígérte Trump. Hozzátette azt is, gondozni fogja a tehetséges amerikaiakat, és a legjobbaknak újra felemelkedési lehetőséget biztosít, majd nyilatkozott a gazdaságról. Remek gazdasági terveink vannak, megduplázzuk a növekedést, és a világ legerősebb gazdasága lesz a miénk. Mindeközben pedig jól kijövünk majd mindenkivel, aki velünk is ki akar jönni, üzente a nemzetközi közösségnek. Közben Hillary Clinton stábja és összegyűlt támogatói hiába várták a politikust. A demokrata jelölt a Hudson folyó partján egy óriási üvegpalotában tartotta ünnepi eredményváróját. A hangulat azonban láthatóan egyre inkább romlott. Amikor aztán a hajnali órákban kiderült, hogy Trumpé a végső győzelem, a tömeg óriási csalódására csak John Podesta, Clinton kampányfőnöke jelent meg a színpadon. Like
Az összegyűlt hatalmas tömeg így csalódottan végül elindult hazafelé. Hillary Clinton telefonon gratulált ellenfelének, a nyilvánosság elé azonban csak órákkal később állt. Tegnap este gratuláltam Donald Trumpnak, és felajánlottam az együttműködésemet. Remélem, hogy sikeres elnök lesz minden amerikai számára. Ez nem az az eredmény, amiért dolgoztunk. Sajnálom, hogy nem nyertük meg a választást, mondta Hillary Clinton. A megválasztott elnöknek Barack Obama is gratulált, és meghívta a Fehérházba, hogy egyeztessenek az átadás átvételről. Obama egyébként még 2017. január 20-ig hivatalban marad. Az új elnököt ezek után iktatják majd be hivatalába.